Jó reggelt és boldog új évet kívánok mindenkinek. Örömmel látom, hogy az idei évnyitó sajtótájékoztatónkat is élénk figyelemmel követi a magyar média. Mielőtt elkezdenék, szeretném bemutatni a kollégáimat, akik szintén részt vesznek a sajtótájékoztatóban. Fittinger Gyula, a nukleáris biztonsági igazgatóságot vezető főigazgatóhelyettes, és ebben a minőségben szóval most találkoznak először fiatal kollégámmal, Horváth Kristóffal, aki az általános nukleáris igazgatóságot vezeti. 2012. Hát a hivatal egyik talán legnehezebb, és azt hiszem az egyik legsikeresebb éve volt. Nagyon sok dolgunk volt, erről szeretnénk Önöket tájékoztatni, valamint röviden az idei feladatainkról. Röviden elmondanám, hogy miért is vagyunk, mi a dolgunk. Mi a dolga az Országos Atomenergia Hivatalnak? Hát az egyik talán legfontosabb a magyar nukleáris létesítmények biztonsági felügyelete. 4 nukleáris létesítmény üzemel az országban, a Paksi Atomerőmű, a Paksi telephelyű kiégett kazetták átmeneti tárolója, a budapesti kutatóreaktor és a budapesti Műszaki Egyetem tanreaktora, oktatóreaktora. Másik fontos, általában kevesebb figyelemmel követett munkánk, az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki felügyeleti rendszerében való magyar hatósági részvétel, az Európai Unió biztosítéki rendszerében való magyar hatósági részvétel, az atomsorompó szerződés vagy egyezmény és az atomcsend egyezményből adódó egyéb feladatok ellátása. Viszonylag új terület, de pár éve már foglalkozunk vele, ez a nukleáris védettség. Ezt úgy lehetne vulgárisan megfogalmazni, hogy a nukleáris terrorizmus elleni védelem feladata. Természetesen fontos szerepet játszik a hivatal a nukleáris balesetek elhárítására történő felkészülésben, illetve ha ilyen esemény történik, akkor annak a részvételben az elhárításban. Feladatunk a központi nukleáris pénzügyi alap kezelése. A központi nukleáris pénzügyi alap az a mechanizmus, amin keresztül az atomenergia hazai alkalmazásával kapcsolatos hosszú távú kötelezettségeket az atomenergia hasznát élvező generációra terheljük. Ez azt jelenti, hogy az atomerőműtől elsősorban, de az atomenergia egyéb felhasználóitól is begyűjtött pénzeszközök egy központi állami pénzalapba kerülnek, és amikor az adott feladatok, a hosszú távú feladatok felmerülnek, ezek a feladatok a kisaktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, a nukleáris létesítmények leszerelése, üzemideig befejezése után, illetve a nukleáris üzemanyag ciklus lezárása, a kiégett fűtőelemek és nagy aktivitású radioaktív hulladékok jövőjéről való gondoskodás. Természetesen ezeket a feladatainkat csak nagyon szoros nemzetközi együttműködésben tudjuk végezni. Azon kívül a jogszabályok szerint az Országos Atomenergia Hivatal koordinálja számos nemzetközi szervezettel való kapcsolattartását más szervezeteknek is Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, a lakosság tájékoztatása, az atomenergia alkalmazása biztonságával kapcsolatos kérdésekről. Ez hát a feladatunk, és ebből mit valósítottunk meg 2012-ben. Az első feladatunk kapcsán, ugye a nukleáris létesítmények biztonsági felügyelete kapcsán, idén is elmondhatjuk, amit eddig minden évben, hogy a hazai nukleáris létesítmények biztonságosan működtek. Ezen belül az atomenergia magyarországi sorsát meghatározó esemény történt. Kiadtuk az engedélyt a Paksi atomerőmű első blokja üzemidő hosszabbítására. Erről a folyamatról Fichtinger főigazgató helyettes úr
tart majd egy külön előadást. A másik közérdeklődésre tartó esemény sorozat az a fukushimai nukleáris baleset magyarországi vonatkozásainak vizsgálata. Ennek kapcsán részt vettünk a Nukleáris Biztonsági Nemzetközi Egyezmény rendkívüli felülvizsgálati értekezletén. Részt vettünk természetesen a célzott biztonsági felülvizsgálatban, már 2011-ben és 2012-ben annak európai értékelésében. Megszabtuk egy hatósági határozatban a paksi feladatokat, és a nemzetközi kötelezettségeinknek megfelelően elkészítettük azt a nemzeti akciótervet, ami alapján a fukushimai tanulságokat a magyar atomenergia felhasználás biztonságának növelésére is felhasználjuk. Erről egy szintén egy rövid tájékoztatót tart majd Fichtinger úr. Közben a nukleáris biztonsági övezetekkel kapcsolatos kormányrendelet megváltozása miatt felül kellett vizsgálnunk a nukleáris létesítmények biztonsági övezetét. Végül nem utolsó sorban készülünk mi is a paksi atomerőmű telephelyén létesülő új blokkokkal kapcsolatos feladatokra. A védettség területén egy rövid előadást tart majd Horváth Kristóf, főigazgatóhelyettes úr. Én csak megemlíteném, hogy 2012 elején Szöulban volt egy nemzetközi csúcsértekezlet, ahol Magyarország magas szinten a köztársasági elnökkel képviselte magát. Ezen a csúcson megszabott feladatok és iránymutatás alapján is befejeztük a hazai védettségi rendszer kiépítését. Eredményes munkánkat is jelzi, hogy közben egy nemzetközi intézmény által elvégzett értékelés szerint védettség és biztosítéki területen Magyarország igen előkelő helyen áll a világranglistán. A központi nukleáris pénzügyi alap kezelése kapcsán a magyar atomenergia jövőjét meghatározó második nagyon fontos esemény történt. Átadtuk a Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolót Bátorpátiban. Korábban 3 éve a felszíni létesítményeket adtuk át, idén decemberben pedig a föld alatti létesítmény is elkezdte a működést, és azóta a paksi hulladékok megkezdték végső helyükre való utazást. Elkészült a kiégett kazettek átmeneti tárolójának új modulja, ez egy folyamatos feladat, ahogy az erőmű termeli a kiégett kazettákat, az alap terhére a radioaktív hulladékkezelő Kft. Egyre újabb modulokat készít. Tovább folytatjuk a Nemzeti Radioaktív Hulladékkezelési Program előkészítését. Ennek a programnak az elkészítését az Európai Unió irányelve írja elő, és részt vettünk idén tavasszal a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságával kapcsolatos nemzetközi egyezmény soros felülvizsgálati értekezletén. És ott beszámoltunk a magyar eredményekről, aminek igen jó nemzetközi visszhangja volt. Tájékoztatás területén folytattuk eddigi tevékenységünket. Jelentem, hogy befejeződött az OHA támogatásával meghirdetett második nukleáris újságíró akadémia, amelynek hallgatói közül igen sokat örömmel üdvözlök itt a teremben. Folytattuk az atomenergiáról mindenkinek szóló népszerű, hát divatos szóval rócsónkat, az egyetemi városokat innen második körben látogatjuk meg, és mind Pécset, mind Győrben igen élénk érdeklődés mellett adtunk tájékoztatást az atomenergiáról és főleg annak biztonságáról. Nukleáris balesetelhárítás terén elkészült az új felülvizsgált országos balesetelhárítási intézkedési terv. Elkezdtük az idei nemzeti gyakorlat előkészítését, és büszkén jelenthetem, hogy az Európai Unió bizottságánál harmadszor is megnyertük az úgynevezett Respect Tendert, ami azt jelenti,
Ugye az elmúlt 6 év után további 3 évre az Országos Atomenergia Hivatal az Európai Unió Bizottságának tanácsadó szervezete bármilyen nukleáris baleset esetén bárhol történik az a világban. 2013-ban hát nem lesz sokkal könnyebb a helyzete a hivatalnak, sokat kell idén is dolgoznunk. Az üzemidő hosszabbítás folytatódik, várjuk a 2-es blokk üzemidő hosszabbítására vonatkozó engedélykérelmet a Paksi Atomerőmű Zrt-től. A Fichtinger kollega majd elmondja a fukushimai akciótervünket, annak a nemzetközi értékelésében kell részt vennünk, és természetesen a hazai megvalósítás hatósági feladatait látjuk el, tehát figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük annak hazai végrehajtását. Természetesen folytatnunk kell a felkészülést az új atomerőmű blokkokra. A kormány, a nyáron megalakult kormánybizottság munkájában részt veszünk, annak az előkészítő munkacsoportjaiban mindenhol, ahol hatósági feladat van, ott ülnek a szakembereink. Megkezdődött és folytatjuk a központi nukleáris pénzügyi alap felkészítését az új blokkok fogadására, és készülünk a telephely engedélykérelemre, amit a Paks 2 ZRT, ami közelmúltban alakult meg, fog majd benyújtani hozzánk, és ez lesz az új atomerőművi blokk engedélyezésének egyik első lépése. Idén lesz aktuális a budapesti kutatóreaktor időszakos biztonsági felülvizsgálata. Ez az a felülvizsgálat, ami az európai gyakorlat szerint és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásai szerint 10 évenként végre kell hajtani, 2 okból, az egyik, meggyőződni, hogy a biztonság továbbra is megfelelő, másrészt az időszakos biztonsági vizsgálatok kapcsán határozzuk meg azokat a biztonságnövelési feladatokat, amiket a nukleáris létesítményeknek az elkövetkezendő periódusban végre kell hajtani. Ennek van jelentősége például a Paks esetében Fukushima vonatkozásában, erre majd Fichtinger úr kitér. 2013-ban lesz egy nagy országos nukleáris biztonság, nukleáris baleset elhárítási gyakorlat. Ennek az előkészítését tavaly megkezdtük, és idén a végrehajtásban is fontos szerep hárul a hivatalra. Folytatjuk a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelési nemzeti programját, amit már említettem. És a védettség terén 2 fontos esemény lesz, részleteit majd elmondja Horváth úr. Egyrészt egy olyan missziót, egy úgynevezett IPASZ missziót hívtunk, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szolgáltatásként nyújt az igénylő ország számára, és a legkorszerűbb nemzetközi követelményeknek megfelelőséget vizsgálják a magyar nukleáris létesítményeknél, megnézik a fizikai védelem megfelelőségét, a fizikai védelemmel kapcsolatos intézkedéseket, átfogó vizsgálatnak vetik alá, és javaslatokat, ajánlásokat tesznek, hogy hogyan kell és lehet ezeket fejleszteni. Egy új elem, nem nagyon új, de egyre aktuálisabb, egyre fontosabb elem az informatikai védelem. Ennek mind biztonsági, mind védettségi feladata van. Ebben természetesen részt veszünk mind a nemzetközi együttműködés keretében a követelmények megfogalmazásában, mind pedig hazai együttműködés keretében a tényleges fizikai védelem, a tényleges informatikai védelem meghatározásában. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani, és most a 2 szakterületünk legfontosabb kérdéséről a munkatársaimat meg tájékoztatást először kérlek, Gyula.